Köszöntöm a Korhatártalanul nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Rónai Egont. Hozzám nagyon ritkán jönnek férfiak, de nem azért, mert nem akarnak jönni, miért? Hanem valahogy a nőkkel én jobban megtalálom, azt gondolom. Nálad számít az, hogy női vagy férfi vendéged van? Remélem nem. Bizonyos szempontból nyilván igen, tehát másképp működik egy férfi és egy nőpáros, akármilyen helyzetben is, tehát egy interjú helyzetben is nyilván, mint két férfi. Ugye ott mindig van egy pici kis erő a másik felől. A nőkkel nem, tehát a nőkkel sokkal simulékonyabban, sokkal lágyabban lehet beszélgetni. Ennyiből igen, de különben talán nem. Amikor készültem erre a beszélgetésre, mondom, miről beszélgessünk? Hát van egy pasi, 61 éves, tehát még úgy jó időszakát éli, prima primissima díjas, tehát a szakmaiságát elismerték, kettő plusz három, magyarul 5 gyermek, boldog édesapja, szép párkapcsolatban él, szóval olyan teljes az életed, ugye? Akkor mehetek is. nem engednek, mert arra gondoltam, hogy például biztos, hogy sose kérdezték még meg tőled, és most nagyon fontos kérdés következik e bevezető után, hogy mondjuk mi a kedvenc ételed? Rántott sajt, bármennyire is kínosan hangzik. De abból hát nem feltétlenül a trappista, hanem a mindenfélét rántva, amit csak ki lehet, ami nem folyik szét. Hát de pont a rántott sajtban nem az a lényeg, hogy úgy olyan jó folyósan. Hát de van, amit hiába panírozom, mert berakod a meleg olajba, és egy pillanat alatt platcs az egész. De remek jókat, óváriból például isteni jó rántott sajtot. Te is tudsz csinálni? Képzeld el, még én is. Azt a de ezt remélem Zsani nem hallja, mert onnantól kezdve azt mondja, csináld meg magadnak. És milyen igaza van? Nem. Mondjuk milyen zenét hallgatsz? Inkább rockzenét. Hát hogyha ez a múltad is, ha a popvilágból kell választani. Uh-huh. Egyre többet komoly zenét, és mindig is szeretem a blues jazz-t. Uh-huh. És ha még például azt kérdezem, amikor a saját örömödre, amikor hozzájutsz, hogy végre a saját örömödre olvas, akkor milyen irányba mozogsz? Én most minden olvasónak számítok szerintem, tehát ezt nagyon nehéz meghatározni. Most vagyok igazán bajban, mert egy szerelési munka miatt szét kellett szedni a könyvszekrényt. Na most ez több ezer kötet, és hát olyan 3 hete az egész lakás tele van könyvvel, úgy a földön, meg mindenhol, mert még nem pakoltam vissza. Nem tudom, ismered-e ezt, hogy megfogod a könyvet, és ott ragadsz. És akkor mondja azért feleségem, hogy nem úgy volt, hogy pakolsz, de hát én pakolok, és közben ott ülök, és olvasok, mert derég olvastam. Tehát most például egy Zweig volt a kezemben, éppen ma délelőtt az Eszterházikat pakoltam, tehát hogy én ilyen mindennevű vagyok, és rengeteg történelem. Hasonlóan én is, és mindig így tornyosulnak a könyvek, mert hogy most akkor erre kerülne sor, de akkor, na, szóval. És van, amikor a drága szerzők megtisztelnek azzal, hogy adnak egyet, és ott rakom magam mellé, és jön rá a következő, meg a következő, és kérdezi pár hónappal később, na, hogy tetszett, és halálosan kínos azt mondani, hogy még nem olvastam. Pedig csomószor így van. Majd jönnek a nyugdíjas évek, és akkor ezek előkerül. Hát, ha lesznek olyanok. Hogyne, persze. Nem is gondoltam, hogy ennyi féle dolgot csináltál te a nagyon korán elkezdett munkás évek alatt, ugye? Tehát voltál korrektor, voltál sportújságíró. Nem fogom felsorolni, mert azt hiszem, hogy te magad se tudnád felsorolni. Nem biztos, hogy összejönne, igen. Így van. Lapoknál, tévében, rádióban, tehát ez a sokféleség, ez izgatott téged, hogy ebbe is, abba is, amabba is belekóstolni? Én azt szoktam fiatalabb kollégáknak mondani, hogy ez nekem egy adomány az élettől, hogy én ennyi mindent csináltam. Én az egészre úgy gondolok, hogy ez egy nagy szakma. És abban én voltak éppen már szinte mindent csináltam. Kicsit többet, rövidebb ideig, éppen csak hogy hosszú ideig, de mindenbe belekóstoltam. Most, hogy volt egy ilyen furcsa eset nálunk az ATV-ben, hogy a híradós kolléga elkésett, ez volt az, ami még hiányzott, hogy nem vezettem híradót. Na hát most már vezettem híradót is. Igaz, hogy egyszer csak, és nem gondolom, hogy ebben nekem hosszú karrierem lesz, de ez is megvolt. De alapvetően igen, tehát az, hogy korrektorként elkezdtem, újságírógyakornokként folytattam, újságíró lettem végül,
Ez ugye a normális lajtori, ezen illik végigmenni, vagy illett akkoriban végigmenni, a korrektorság nem, de a gyakornokság abszolút igen. És hogy aztán annyi minden lett ebben, sport, zenei újságírás, zenei szerkesztés a rádióban, kulturális műsorok és zenei műsorok a rádióban, tévében, Sport egy alapítótaként 10 évig. Tehát, hogy annyi mindent csináltam, hogy tulajdonképpen lehetne mondani, hogy ez különböző sok-sok szakma, de szerintem ez egy egész így, ahogy van. Csak hol ilyen íze, hol olyan íze egy pillanatra a híradózáshoz, és ezt most 4 szem közt szeretném veled megbeszélni, mert szerintem a nézők között nem feltétlenül van szakmabeli. Sokan a híradót tartják a televíziós szakma csúcsának. Én meg mindig azt mondom, hogy leülni és egy órában 2, 3, 4 egymást követő vendéggel élőben, koncentráltan, hogy valamiről szóljon, valahogy nekem ez nagyobb teljesítmény, nem tudom. Mersz erről véleményt mondani? Hát a kollégák nem hallgatják, nem nézik, akkor igen. De abszolút egyetértek veled. Tehát híradózni nagyon azért nehéz, az egy nehéz munka, mert úgy kell hitelesnek lenni, hogy nem órikád magad, ne eljászd, hogy te híradós vagy, hanem az úgy jöjjön, az a kerek, konkrétan elmondott, hitelesen elmondott, értett hír, az jöjjön belőled. Azért ahhoz fel kell készülni, ahhoz tudni kell a világot, tudni kell szépen beszélni, tudni kell normálisan kinézni, normálisan ülni. Tehát hát ezek alapdolgok. Nem, ezek nem alapdolgok. Ja. Te szoktál nézni tévét, ezek nem alapdolgok. Az kéne, hogy legyen egyébként. És persze az, hogy valakit így elfogad a néző, az pedig megint egy külön adomány ettől a szakmától, hogy te, amikor megjelensz a képernyőn, mint ahogy ti Hajdanában, amikor ti megjelentetek a képernyőn, annak jelentése volt, önmagában adott egy tartalmat. Az, amit másképp pedig hírháttér műsorként nevezve, ilyen beszélgetős műsorként szoktunk emlegetni, az pedig valóban az a fajta kihívás, amikor ezer mindenre fel kell tudni készülni, értened kell, tudnod kell, váltanod kell, kapásból informálnod kell, információkba belekapaszkodva továbbvinni egy beszélgetést, persze nehezebb, összetettebb, de egy másfajta készséget is kíván. Jó, hát akkor ebben azért alapvetően egyet. Teljesen egyetértünk, csak mind a kettő azt gondolom egy kicsikét más, tehát amikor most ott ültem, akkor azért értettem, hogy azért az sem könnyű. Persze, ez egyáltalán szerintem kamera előtt ülni úgy, hogy ahogy mondtad, nem mórikálom magam, nem eladom magam, nem úgy csinálok, mintha, hanem vállalva a saját személyiségemet, gondolataimat, színészekkel szoktunk erről beszélgetni, és akkor megint nem minősítjük a másik munkáját, de egy színésznek olykor talán az a könnyebb, hogy ő egy szerepet eljátszik, mert tehetséges, viszont amire én képtelen lennék. Így van. Persze. De nekünk meg bátran mégiscsak fel kell vállalni a saját személyiségünket, gondolatunkat. Hát ha mi szerepet játszunk, akkor mi hiteltelenek vagyunk ők meg, mert jó színészek hitelesek. Igen, pont. A sokféleségben azért van, vagy volt, de inkább jelen időben kérdezed, kedvenc műfajod, tehát amit különösen szeretsz csinálni? Ugye akár rögtön lehetne a kérdés, hogy a politika, vagy inkább egy portréműsor, vagy egy, nem tudom, játékvezetés, vagy... Tehát mi az, ami felé leginkább húz a szíved? Na ugye, hogy mennyire szerencsés vagyok? Mert hogy most soroltál dolgokat, ezeket én mind szerettem, még azt nem is tetted hozzá, hogy mondjuk meccset közvetíteni, mondjuk egy jó kosárlabda derbit közvetíteni, az fantasztikus élmény szintén. Tehát csupa olyan dolgot csináltam, amiben én megtaláltam, és most is olyat csinálok, amiben megtalálom az örömömet. Egy jó portrébeszélgetés egy művésszel, az nekem magamnak is rengeteget tud adni. Egy jó egyenes beszéd, amelyik különböző olyan tartalmakat vonultat fel, aminek van hírértéke.
amit vagy én mondatok ki, vagy eleve azzal jön, hogy ő ezt itt fogja elmondani. Az embernek van egy olyan érzés, hogy csináltunk ma valamit, történt ma valami a műsorban. Egy vetélkedő ott volt az 500, hát én azt imádtam. Hihetetlen népszerű lett, nagyon örülök. Embertelen okos emberek, tehát mint a nap úgy csillogtak. Ott álltam mellettük, és nem hittem a szememnek, hogy ez még mindig, és még ott áll mellettem 100 nem tudom hány kérdés, 5 másodperce van is. Hát ez elképesztő. Még ha tudod is, nem, akkor is egy ilyen görcs van hirtelen az emberben, hogy mert gyorsan kéne hát mondani. Hát milyen? A nyelvemen, na, amikor a nyelvünkön van, ott már lejárt az idő. Igen. Tehát, hogy hát, ez az például óriási élmény volt. Tehát nekem vannak olyan, mindegyikhez vannak olyan pillanatok, amiket, hogyha felidézek, akkor azt mondom, hogy ezért érdemes volt, ez jó volt. A sokféleség mellett azt megfigyeltem, hogy nagyon sok esetben mondjuk egy hierarchia alján kezdted el. Oda kerültél valahova, és akkor úgy haladtál, léptél előre vagy feljebb, most mindegy, hogy fogalmazunk. Hogy ilyenkor mindig a körülötted, fölötted lévők látták azt, hogy ez egy tehetséges fiú, értelmes. Nem tudom. Ez egy érdekes megfigyelés, látod, ez nekem így. Hát ugye, amikor fiatal az ember, akkor nincs is más lehetősége, kezdi a hierarchia aljáról. Amikor elkezdtem... De ma már nem feltétlenül, és én szinte mániákusan sztajkozom, hogy a szamár létre az igenis egy szerintem egy jó dolog, de hát ez az én véleményem. Igen? De hát nagyon magasan egy fiatal sem tudja kezdeni azért. Tehát lehet, hogy nem legalul kezdi, de hát nem ő lesz a vezérigazgató vagy a főszerkesztő. Jó, ilyen értelemben igen. Tehát míg eljut az ember oda, az nyilván egy út. És nekem annyiból is szerencsém volt, hogy egyikből jött a másik. Tehát amikor elkezdtem rádiózni, azután indult el a Danubius Rádió közvetlenül. Tehát 2 év, hát az ma visszatekintve az meg közvetlenül, akkor persze minden egyes nap, hát egy örökké valóság, mikor indul már. Mert hogy volt egy próbafelvételünk nyáron, és hát aztán hónapokig nem történt semmi. De hát ott tényleg persze telefonos voltam, meg közlekedési híreket mondtam. Így kezdődött az is. De ez teljesen természetes volt, tényleg így kell lennie. Tehát fel nem merült, Schubert, Éva, Szilágyi János, Fikár László. Ezek olyan nevek, hát olyan nevek voltak előttünk. Hát, tehát néztünk rájuk, hogy és akkor én most a Schubert Éva szerkesztője vagyok ma. Hát fantasztikus. És persze aztán az emberben, mert fiatal is mindent akar azonnal, a következő kérdés, hogy mikor lesz nekem már egy szerkesztőm, és akkor a Geszti Péter lett a szerkesztőm, és csináltam a műsoromat, és akkor hát az már valami. Tehát akkor most én vagyok a műsorvezető. És ezek így rakódtak egymásra, és a hívások is így jöttek. Tehát a rádióból következett, hogy átmentem, de emlékszel te a Napraforgó című legendás műsorra? Na oda... A rádió miatt kerültem, mert hallgattak a rádióban, és azt gondolták, hogy egy ilyen reggeli műsort én fogok tudni csinálni. A Klausmann Viktorral voltunk váltásban. És hát így kezdtem tévézni. És aztán mentünk előre az időben, elkezdtem a rádióban, a Danubius Rádióban a zenei szerkesztést, és én lettem a rádió zenei vezetője. Indult az A3 televízió, amelyik egy zenei televízió volt, hívtak, hogy menjek oda műsorigazgatónak. Tehát, hogy ezek így egymásra rakódtak, nem feltétlenül mindig alulról kezdtem, de mindennek az volt az alapja, hogy végigmentem szerintem ezen az úton fölfelé. Mondtál valaha felkérésre nemet? Tehát, hogy... ajánlottak egy feladatot, és azt mondtad, hogy azt nem. Persze. Aha. És annak nyilván, ami velem vagy velünk megosztható, annak milyen oka volt? Személyek? Nem való nekem. Ez tehát felmérted azt, hogy mi az, ami igen. Nem megyek főzős műsorba, mert nem tudok főzni a rántott sajt nagyjából, és esetleg mondjuk egy erősebb rántotta. Ez így megy. Mondta Zsani, a feleségem, hogy hát majd minden nap felkészítelek a holnapra. Mondom, de hát így nem lehet. Zsani azt mondta, hogy itt kell reszelni, tehát ez így nem lehet. Hagyjuk, mert ez marhaság. Aztán volt olyan, hogy menjek ilyen éneklős táncos műsorban, mert milyen vicces lenne, hogy az ember a politikai műsorokból elkezd Korda Gyurit énekelni. Mondtam, hogy ez nagyon jó, szerintem nem való a politikai műsorok mellé egy ilyen. És volt egyszer egy reklámfelkérésem, az nem mostanában volt, az egy 20 éves történet, papír zsebkendőt kellett volna hirdetnem,
Hát mondom, most az tényleg egy felemelő pillanat, hogy taknyomnyálom folyik, és akkor közben azt mondom, hogy köszöntöm a kedves nézőket, hát most ez mitől műsorszám? Ezt ne csináljuk. Úgyhogy arra is nemet mondtam. Szerintem bölcsen tetted. Pedig tudnád, hogy fújok orrot, legendás. Hát ott sosem fogod megtudni. Ezt nem, meg kamera előtt elkér. Tényleg kamera előtt voltál valami olyan váratlan szituációban, nem tudom, akár, bár férfiaknál ez ritkán fordul elő, hogy a könnye kicsordul, vagy éppen tüsszentenie kellett, vagy éppen csuklani. Hát röhögögörcsöm az már volt. Ráadásul az egyenes beszédben az nagyon kellemetlen volt. Ült a, nem mondom meg, a politikus velem szemben, és valamiről beszéltünk, és ugye a levegőben maradt az egész. Mert hogy jött a főcím, és nem figyeltünk oda, hogy már jön a főcím, és megszólalt a főcím, és elkezdtünk nevetni. És ez egyikről ragad át a másikra, és én még szépen fegyelmezetten elmondtam, hogy vendégem XY, és azért, és látom a fején, hogy vörösödik a feje. És mire övé lett a szó, már én is röhögtem, ő meg küzdött, úgyhogy ez csodálatos volt. De hát erre van egy, én borzalmasan beteg voltam a legutóbbi választási műsor alatt, a 2022-es választás eredményét. Írták is a kedves nézők, engem nagyon megviselt a választás végeredménye, biztosan meglátták rajtam. Ha azt tudták volna, hogy én milyen állapotban ültem ott, mert én két hétig előtte nem voltam, mert nekem volt egy olyan gégegyulladásom, amiről én nem is hallottam még életemben. Tehát nyelni, inni, levegőt venni, semmit nem tudtam. És valami hatféle gyógyszerrel ültem a stúdióban, mert az volt, tudod, ezt te ismered biztosan, a kedves nézők is el tudják képzelni. Most képzeljék úgy, hogy mondjuk van egy nyaralás, amire nagyon régóta várnak, és megbetegszenek, és akkor az a határ, tehát hogy a repülőgép felszállásaig meg kell gyógyulnom, és mindent annak rendben. Na, nekünk médiában ilyen egy műsor. És az volt végig előttem, hogy a választás estéjére nekem meg kell gyógyulnom, és aznap délután tudták a kollégák, hogy jövök, aznap délután én megjelentem, és rendben voltam egészen addig, amíg el nem kezdődött az adás. És ott valami egészen szörnyű volt. Tehát, hogy ezek így, és tele gyógyszerrel, és akkor végig küzdöttem az egészet, és milyen az élet, másnapra nagyjából meg is gyógyultam. Hát ilyen történetek, ilyenek vannak. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy te hogyan dolgozol. Ugye hihetetlen módon felkészült vagy, ugye egy-egy beszélgetésre, de hogy ez a felkészülés, most elárulom a nézőknek, neked is, például arra, hogy ma fölveszünk három beszélgetést, én már agyban már sokkal régebb óta készülök, de aztán nekülök, bogarászom, átgondolok, sorrendet, tehát úgy elképzelem a beszélgetésünket. Erre neked nincs időd. Dehogy nincs. Ugyanezt csinálom. Ugyanezt csinálom, tehát holnap jön hozzám a húzós felvételére. Nem tudom, mikor látják ezt a kedves nézők, meg hát az interneten úgyis felelhető, tehát mindegy, a 2023-ban megválasztott halhatatlanok egyike, halhatatlanok társulat örökös tagság, ötvös Csilla. És hát napok óta azon gondolkozom, hogy vele hogyan, meg hogy miről, meg van egy pontja az ő történetének, ami szerintem egy ilyen választóvonal, és hogy azt majd hogy kezelem. Tehát abszolút ez dolgozik bennem. Elhatároztam, hogy nem fogok veled politikáról beszélgetni, és nem fogok olyan dolgokról beszélgetni, amivel olykor téged is támadnak. De az mégiscsak érdekel, hogy ha jön egy vendég, befolyásol-e valami módon, észrevehető-e valami módon, hogy ő a te szimpátiádat kapja meg, vagy épp ellenkezőleg, hogy az neked nem annyira kedvedre való út, vagy irány, amit ő képvisel. Hát a néző azt gondolja, hogy azt ő észreveszi. Nekem ebből a szempontból az, hogy 10 évet eltöltöttem a Sport TV-nél közvetítéssel, az nagyon nagy iskola volt. Tehát az ember leült az egyik sportcsarnokban, és közvetítette a két csapat meccsét. A vesztes csapat szurkolótábora meg volt győződve róla, hogy miattam kaptak ki, mert hogy én a csapatuk ellen szurkoltam, egyszerűen rohadék vagyok. Majd elmentünk a visszavágóra, és ott megkaptam ugyanezt kontrában. Minden kevés, ami a sajátod, és minden sok, ami a másiké. És hogyha bejön a Gyurcsány, akkor én egy kormánypárti rohadék vagyok, aki miért piszkálom
Ferit. Hogyha bejön a Szijjártó Péter, akkor én egy gyurcsányista kommunista vagyok, és minek jönnek be egyáltalán hozzám? És egyébként ez tök megnyugtató. Mert hogyha mind a két fél úgy érzi, hogy én hogy nem az övé vagyok, akkor az nekem azt mutatja, hogy én valahol középen vagyok, ami nekem a szándékom. Én változatlanul azt gondolom, hogy bár az újságírás nem egy értéksemleges dolog, de mindenféleképpen valahol középen van a helyünk. Legalább a kérdéseinknek középen van a helye, még ha a véleményünknek nem is. Amikor te kérdezel, benned van a hajlandóság, hogy akár vitába is szállj? Én vitatkozós vagyok. Uh-huh. Tudom, hogy ez egy vitatott dolog, hogy ez egy újságírói Igen. szerepe vagy uh-huh. sem. Én azt gondolom, hogy miután kettesben vagyok általában a vendéggel, ha én nem vitatkozom, senki nem fog. Uh-huh. Tehát ha nagyon, egy csomó dolgot elengedek, sem időnk nincsen rá, sem... nem annyira fontos, azt gondolom, hogy most ott megálljunk és én elkezdjek vitatkozni, amikor valami nagyon kardinális, nagyon tudhatóan nem igaz, nagyon tudhatóan másképp van, uh-huh. vagy nagyon tudhatóan vitatható állítás, akkor én abban viszont szívesen belemegyek, mert az meg azt gondolom dolgom, megmutatni a nézőnek, hogy igen, de. Tehát én értem, hogy ő ezt mondja, de van egy másik aspektusa is ugyanennek. A kritikát, mert azért szoktál kapni, hogy viseled? Szerintem jól. Megszoktam. Tehát azt is megszoktam, hogy nem szerethet mindenki. És ha az ember ezzel tisztában van, akkor kénytelen azt is tudomásul venni, hogy az, aki nem szereti, az is meg fogja írni, nem csak az, aki szereti. Szerintem ennyi. Igen, mert erre, bár ugye rólad szól a műsor, és te vagy a főszereplője, csak így akkor a nézőknek én is elmesélem. Annak idején, mikor én kezdtem a bemondóságot, hát az ország Juditkája akartam lenni. És hát nem esett jól, amikor... De az is lettél. De aztán tudod, jöttek levelek, és akkor szembesültem vele, hogy de nem leszek az ország Juditkája. És akkor tudod, mivel nyugtattam magam? Hogy hiszen én sem szeretek mindenkit, akivel összehoz jó sorsom. Tehát miért is várnám el? De kinek a véleményére adsz? Kit hallgatsz meg arról, mert akármennyire maximalista vagy, és akkor most erre is reagálj, mégis van olyan, amikor ebből az adásból úgy állsz fel, hogy ez most nem lett az, amit én akartam, máskor meg esetleg olyan úgy nincs, nem. Ez egy nagyon fura dolog. Ha csak a nézőkre hagyatkoznék, azt hiszem, hogy eléggé elmenne valamilyen furcsa irányba az értékítéletem. Mert hogy nagyon sokszor az történik, hogy kijövök egy műsorról, és azt gondolom, hogy na, most. Ez most. Semmi. Semmi. Kijövök egy másikról, nem kérdeztem meg ezt, uh-huh. elmaradt az. Á, csuda, vigyel, arra reagálnom kellett volna. És Hozsanna. És ilyen fantasztikus. Na, ez az, Rónai úr, végre ez. És én érzem, hogy nem. És egy csomószor így van. És van pár ember a szakmában, aki, hogyha reagál nekem, akkor az olyan, mint a hájjal kenegetnének, mert hogy az ő véleményük az nagyon is számít. Nagyon. De akkor is, tehát az ő véleményük lehet olyan is, hogy hát figyelj, Egon, ez most azért nem olyan lett. Tehát, mert ha dicsérik persze, az embert, persze, hogy... Tudod, mi a fontos, hogy figyel és reagál. Uh-huh. Az a fontos. Tehát uh-huh. az a nagy dolog, hogy számít annyit az ő szemében, amit csinálok, hogyha nem tetszik, azt is megírja. Uh-huh. Tehát vannak ilyenek, most nem mondok neveket. Jó, oké. Okay. Nem hozom őket ilyen helyzetben, mert... Uh-huh. De szakmabeliek, tévések, filmrendező, tehát hogy van egy pár ember, akinek a véleménye az ilyen alapvetés számomra. Te tanítasz is, ugye? Ha jól látom, 22 óta. Azt tudom, hogy mi tanítható, mert én is sok mindent megtanultam a szakmában. De mi az, ami nem tanítható? És benne kell, hogy legyen abban, aki leül egy mikrofon vagy kamera elé. Hát a személyiség az nem tanítható, hogy van-e. Hogy van-e olyan személyisége, amitől oda kapom a fejem, hogyha megszólal. Vagy őt nézem csak, hogyha kim van a színpadon, és nem bámészkodom, hogy jé, pókhálós a függöny teteje. Nem nagyon... Igazából
Amit tanítok, azt szoktam mondani a fiataloknak és idősebbeknek, mert ugye ez felnőtt képzés, és itt néha egészen meglepően 40-esek is úgy gondolják, hogy pályamódosítás előtt állnak, és pont ezt akarják csinálni. Szóval, hogy én az önismeretet tudom megtanítani. Az, hogy nézd már, hogy ülsz. Hogy egy kicsikét azok a mondatok, azok bár nagyon mélyen gondolod, de tök fésületlenek, és csak te érted, hogy igazából mit akarsz mondani, kezdjük ezt el előre. Tehát látod, már értjük is, hogy mit beszélsz. Ez majd akkor is jó lesz, ha bemész egy állásinterjúra. De olyan dolgokat tudok tanítani, amik a hétköznapi életben is hasznosak, de ebben a szakmában meg elengedhetetlenek. És ha van tehetsége, akkor ez erre ráépül. Vagy megalapozza, most mindegy, hogy melyiket tesszük felé. De ha nincs meg a személyiség, a tehetség, akkor hát semmit. Akkor nincs mit tanítani. Ez olyan, mint a színművészet, hoztuk ezt példának az előbb. Tehát megtaníthatom a Hamlet monológot, de ha nincs meg hozzá, hogy ő Hamlet, akkor azt csak el fogja mondani, én meg unatkozom. Volt már, hogy mondjuk valaki, aki jelentkezett, azt mondtad, hogy egy idő után, vagy némi tapasztalat után, hogy ez nem neked való pálya? Volt, akit annyira, hogy átküldtem, hogy akkor ezt a beszéd dolgot, ezt most hagyjuk. Menj írni. Tehát látom, hogy van benned kraft, de sosem fogsz tudni beszélni kamera előtt. Úgyhogy menj át a Dévényi Pista kollégámhoz is, tanulj írni. Milyen a jó képernyős? Aki úgy beszélget veled a képernyőn keresztül, mint hogyha így ülnénk egymással szemben, és csak beszélgetnénk. Szerintem leginkább ő. Az összes többi, hogy ez erő képes legyen. Hogy ne a kamera feszélyezze, ne arra figyeljen, hogy jól nézek ki. Hanem a másikra tudjon figyelni. Hogy meglegyen benne az a kíváncsiság, ami előre viszi egyik napról a másikra. És akkor ebből számtalan dolog következik, mert a kíváncsiság feltételez műveltséget, olvasottságot, ismeretanyagot, az érdeklődés egyúttal érdeklődési kört is feltételez. Személyiség. Igazából ezen múlik minden, azt hiszem. Lejönne a képernyőről, ezt szoktuk mondani. Volt nekem egy kolléganőm, aki valami egészen gyönyörűséges volt a tévében. De tényleg, tehát oda voltak érte a pasik. És hát engem nyúztak a különböző ismerősök, innen-onnan, amonnan, hogy hát, hogy megismernék. És mondtam, hogy jó, hát gyerekek, majd biztos lesz rá alkalom. És egyszer egy buliban ott volt, ahol néhány ilyen fiú is volt, aki nagyon akarta őt megismerni. Nem vették észre gyakorlatilag. Mert teljesen más, hogy mit mutat a kamera, hogy jön le a képernyőn. Bocsánat érte, egy szürke kis veréb volt. Olyan volt, mint az összes többi. De a tévében nem. A tévében ő volt a nő. Talán ez például egy fontos titok. És ezt hogy tanítod meg? Én soha nem mertem tanításra vállalkozni, mert nyilván, ha tanítasz, az felelősséggel is jár, igaz? Tehát, hogy ki kerül ki a kezed alól. Ez így van. Van jó néhány tanítványom, akire nagyon büszke vagyok. Nagyon szomorú az, hogy a legjobbak egy része nincs a pályán. Belekóstolt, és aztán így úgy amúgy csalódva, de távozott. Mert hogy azért ez egy talmi csillogás ez a pálya. Sokkal több az, ami a látszat, és sokkal kevesebb az, ami a valóság. És ez nagyon sokakat meglep, amikor bekerülnek. Volt köztük olyan, akit így emelt fel a közönség, a nyilvánosság, és ennek ellenére azt mondta, hogy jó, akkor köszönöm, ez meg volt, megyek. Hát igen, ahhoz is kell erő, hogy valaki ezt a lépést megtegye. Beszéljünk másról. Talán attól is vagy ilyen kerek, hogy mögötted egy olyan stabil családi háttér van, nem? Tehát ahhoz, hogy te a munkában biztos teljes felszabadultsággal és minden idegszálladdal, ahhoz az kell, hogy egy biztos és jó és támogató háttér legyen. És tudom, hogy ugye előző házasságból két gyermek, a Zsanival való házasságból három gyermek, de az három kicsi gyermek még. Tehát hogy tudsz te munkára készülni? Vagy hogy tudod a... Hát az kalandos. Na hát ez az.
Hát el kell sajátítani azt a képességet, hogy bár verik egymást melletted, de mintha mi sem történt volna, olvasod tovább a hírt, amit elkezdtél olvasni, vagy az elemzést, a gazdasági elemzést. Tehát jönnek a Dow Jones adatok, nagyon jó, ezek meg verik egymást, és akkor kérdezik, hogy nem hallod, hogy itt ölik egymást? Ja, de hallom. Tehát ettől nem is könnyű velem biztosan, de dolgozni három kis gyerek mellett csak így lehet. Igazából az lenne jó, ha nem kéne mellettük dolgozni. De hát miután az életrendje olyan, hogy én este elmegyek, nagyon sokszor, ugye amikor ők hazajönnek az iskolából, akkor kezdek el készülni mondjuk otthon, ha nem bent a tévében készülök. Tehát azért ezek egymásra csúsznak időben, és ettől hazajönnek az iskolából, apa megül a gép előtt. Vagy apa már éppen indul. Vagy otthon sincs. Úgyhogy Zsanira rengeteg teher hárul ebből a nagy családból. Ez az egyik része, a másik, hogy igen, valóban úgy van ez, hogy ahhoz, hogy az ember nyugodtan tudjon teljesíteni, bármennyire is közhelyes, ahhoz kell egy nyugodt családi élet. Tehát az, hogy... Akkor most fordítsuk is meg, akkor mikor tudsz a gyerekeknek főállású apukájuk lenni, illetve mikor tudsz, mert a közösségi médiában persze ott az ember mindig a legjobb énjét mutatja meg, de hát azért az jön le, hogy ti Zsanival nagyon jól és nagyon szépen vagytok. Tehát hogy tudsz akkor idézőjelve teljesíteni apukaként, párként, férként? Hát nem akartam én az előbb sajnáltatni magam vagy magunk, hogyha ez így hangzott, mert ugye például az én munkabeosztásom az olyan, hogy az egyik héten esténként nem vagyok, a másik héten meg Szőlősi Györgyi kolléganőm van esténként benne a tévében, és akkor én esténként otthon vagyok. Javarészt, hát nem mindig, mert mindenféle más kötelezettség van, de mondjuk 4 estén biztosan. Hétvégente általában nem dolgozom. Reggel mindig én viszem őket az iskolába, edzőtáborba, reggelente most például így nyáron. Általában én megyek értük 1-2 körül iskolába, hogy összeszedjem őket, hogy aztán 3-ra elvigyem őket edzésre. Szóval, hogy azért én ott vagyok velük, csak ezek ilyen töredezett időszakok. Tehát most van egy óránk együtt, az pont arra jó, hogy összeszedjem őket, hazahozzam, megebételtessem, menjünk, és aztán lehet, hogy a következő héten meg sokkal több időm van. Így megosztjátok Zsanival, hogy akkor te a szigor, ő az engedékeny, vagy épp fordítva, ugye? Ő a szigor. Ő a szigor? Ő a szigor. Anya már megint veszekszik valami. Ő a szigor. Szaranyos. Hát mert valakinek muzáj kérdezni. Valakinek veszekedni kell, persze. És az, ő ugye... a szigor. Tehát ha én nekem eldurran az agyam, az már nagyon a történet vége. Uh-huh. Amikor, na most van elegem. Uh-huh. Tehát nekem az sokkal tovább eltart, mint neki, aki megpróbálja az elején megfogni a dolgot. Uh-huh. Másrészt meg azért a mi munkamegosztásunk az a naptár programmal lesz tökéletes. Tehát ha látnád a mi családi naptárunkat, elájulnál tőle. Tehát ilyen párhuzamosok a végtelenben találkoznak cím. Piros, kék, narancssárga. Az most mi az a zöld, az most mi lett ott? Tehát ugye Zsani elkezdett egy a tévé mellett egy másik munkát, gerinc tréner. Alapvetően trénerkedik, tehát natális, posztnatális, ilyen-olyan terhesség előtti utáni tornák, idősebbeknek, fiatalabbaknak, mozgásszervi problémákra tornák, ilyenekkel foglalkozik. Na most ettől aztán... Hát akkor dolgozik is. Hát persze, meg be van írva, hogy 9-kor Gabi. Ki az a Gabi? Hát tudod, a hölgy a Szent István Parkból, tehát hogy teljesen tele van a naptár, és akkor eszerint, de szerintem ez a legtöbb családban nem manapság így van, eszerint próbáljuk beosztani, hogy kinek mi jut. Uh-huh. Valahogy úgy kell lennie, hogy a gyerekekre mindig valamelyikünk jusson. Na és egymásra, ha ez nem egy indiszkrét kérdés, tehát tudatosan figyeltek azért, hogy egymásra is jusson idő? Az a legnehezebb, azzal vagyunk a legnagyobb bajban, és folyamatosan azzal vagyunk a legnagyobb bajban. Ugye az én szüleim már rég nem élnek, tehát az én oldalamról semmiféle segítség nincsen. Uh-huh. Zsani szülei nem messze Budapesttől laknak, tehát egészen közel, simán megoldható lenne, csak ott van 12 unoka. Tehát ott gyakorlatilag mindig tumultus van. Most még oda betolni a mieinket, hát azt hagyjuk. Az már egy iskola. Úgyhogy néha babysitter, hogyha színházba megyünk, mindig babysitter, vagy a nagyfiaim. Tehát most már ők azért akkorák, hogy valami szervezéssel meg tudjuk oldani, hogy valaki ott legyen közülük. De jó, hogy így a nagyfiúk is része. Abszolút, ők rajongásig szeretik a kicsik őket, úgyhogy teljesen jók.
Édesapádat ugye korán elvesztetted, 18-19 Igen. éves lehettél, és talán pont akkor, amikor egy fiúnak talán a legnagyobb szüksége van az apára, amikor kezd a férfi élethez közeledni. Tehát mennyit tudtál te édesapáddal együtt lenni? Megkaptad-e azokat az útravalókat? És jut-e eszedbe manapság bármi, amit ó, hát apám is pont így mondta, vagy apám is pont így csinálta. Én még szerintem mind a mai napig apunak felelek meg elsősorban. És minden más az utána jön. Ez nagyon fura. Sose látott például színpadon, vagy sose látott tévében, nem hallott rádióban. De az első perctől kezdve szerintem ez egy fiú gyerekben, hogyha hasonló pályát űz, mint apu, aki ugye színész volt eredeti szakmáját tekintve, tehát volt köze ez a beszélünk, szereplünk, megmutatjuk magunkat világhoz, megírt is, akkor különösen adja magát, hogy valami, vagy ellene, vagy érte. Tehát vagy pont vele szemben fogalmazom meg magam, én nem leszek olyan, vagy pedig igen. Miután visszajelzést én már tőle nem fogok kapni, így aztán azért ezt az ember mégis elengedi, de mondtad a prima primissimát. Tehát én ott nem bírtam ki, hogy egy mondatot nem mondjak a köszönő mondatok között Zsaniról, értelemszerűen, és apámról. Mert hogy azt gondolom, hogy ahogy kell egy társ, úgy kell egy fiúgyereknek egy apa, egy apakép. Legalábbis én ezt megkaptam tőle. És ha azt kérdezed, hogy mennyit, akkor nagyon sokat. Szerintem tőle tanultam a legtöbbet életemben, és persze baromi keveset, hát 19 voltam, amikor elment. De mit tanultál? Mindenfélét. A csillagászattól az emberségig mindenfélét. Hogy bánt az emberekkel, hogy nem bírta elviselni az igazságtalanságot, hogy hallgatott a saját sorsáról, ami hát egy egészen drámai és így felnőtt fejjel értve, és felnőttként az ő novelláit, befejezetlen regényét olvasva, megértve, azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy lehetett tovább élni a II. Világháború után az ő életét. És nem beszélt róla, és nem éreztük azt, hogy ő egy törött ember, mert hogy nem volt, mégsem volt az. Szóval ezek szerintem nagyon fontos tapasztalások. 18 évesen nagyon sok kérdést nem tudtál még feltenni. És ezt azért teszem, ezt a kérdést mégiscsak fel, mert magam is eljutottam jó sok év után oda, tehát az elmúlt évek egy-két évtizedben, amikor millió kérdésem lenne a szüleimhez, és úgy belém nyilal, hogy én ezt már nem fogom tudni megkérdezni. És téged ez segít-e abban, és most főleg a nagyfiaid, mert ők már nagy, hány évesek a fiúk? 21 meg 22. Tehát már igen, csak felnőttek. Tehát, hogy nem tudom, jól kérdezem-e, tehát te nem tudtad feltenni, hiányérzeted van talán felnőtt korodban, hogy milyen jó lett volna erről is, meg erről is, meg erről is édesapáddal beszélni. Tehát figyelsz-e a nagyfiaiddal való kapcsolatodban arra, hogy bár ők még nem kérdeztek, de te mégiscsak valami módon terelgeted, beszélsz valamiről, gazdagítod a személyiségüket? Ez egy nagyon nehéz ügy, mert én azért arra emlékszem, mert amikor ott van az ember apja, akkor nem tudja, hogy kérdezni kéne. Sőt, hagyjál már. Megint fél órát fogunk beszélgetni valamiről, amit nem kérdeztem. Erre én azért emlékszem. Szerintem az összes kamasz emlékszik rá, vagy egykori kamasz, tehát mi mindannyian, hogy ez a papolnak otthon. Hogy ez mennyire terjes. És ezt igyekszem nagyon messziről kerülni. Na ebből az következik, hogy számtalanszor mondanék valamit, de nem kérdezik. Úgyhogy nekem egy komoly tervem van ezzel kapcsolatban, sokáig kell élni. Ez így van. És hát hátha lesznek olyan nagyok majd, hogy egyszer csak maguktól. Nem tukmálom rájuk, nem szabad rájuk nyomni. Én azt gondolom, hogy apuról sokat meséltem meg anyuról, igyekeztem sokat mesélni, és magamról nyilván kevesebbet, mert mit? Hát itt vagyok. De mert hogy ők már nincsenek itt, én azt fontosnak találtam, hogy valami képük legyen arról, hogy honnan jövünk, hova megyünk.
De hát rólam majd, ha akarnak, kérdeznek. De hát ott vagyok, tehát nem kell olyan nagyon kérdezni szerintem. Eléggé nyitott könyv vagyok előttük. Olyan sok mindent csináltál már az életben, hogy van-e olyan, amire akár csak titkon is vágyakozol? És ez lehet, hogy nem feltétlenül a televízió, hanem valami egészen más, és nem az újságírás, hanem valami egészen más. Ez egy olyan dolog, hogy így vannak, tehát az embernek néha vannak ötletei, hogy milyen jó lenne, és azt mondja, hogy elveti. Ugye, már hagyjuk, már este adás van. És ezek mindig kívül vannak a szakmán. Na például. És ehhez kellene annyi vagányság, hogy azt mondjam, hogy na jó, itt a vége, mit nem értem el, oké, azt már nem fogom. Akkor nem leszek az amerikai televíziózás nagy ágyúja, nem fognak rólam Hollywoodban szobrat emelni, akkor csináljunk valami mást. Csak szerintem ez a bátorság hiányzik belőlem. Tehát ugye, amit a szakmámban, a szakma perifériáján lehet csinálni, kommunikációs tréning, kommunikációs tanácsadás, reklámügynökség, ezek vannak, voltak, része, de hát ez igen. Is a szakma része tulajdonképpen. És akkor, hogy csináljak egy olyan kávézót, mint a Szabados Ági csinált, hogy az voltak éppen egy könyvesbolt, az nekem egy régi vágyam, ő megcsinálta, én meg nem, látod? Tehát, hogy ezek ilyenek. De ha azt például, nem tudom miért ez lehet, hogy azért már valamelyik nap elém került a Fanándor neve, hogy mondjuk felszállni egy hajóra és körbe vitorlázni, vagy nem. Jaj, hát ilyenek vannak persze, de hát menni hónapokon keresztül végtelen utakon Ausztráliában, vagy az Egyesült Államokban egy autóval, és csak menni, és megállok, ahol megállok, és persze ezek vannak. El kéne menni Perúba, az például egy olyan terv, amit még valahogy jó lenne. Rengeteg helyen jártam a világban, Perúban nem, pedig oda mindig vágytam. Tehát vannak ilyenek, de a legtöbb az azért mégiscsak annyi, hogy mondjuk legyen két hetünk egybe a gyerekekkel, a családdal, amikor nyugodtan el tudunk menni nyaralni, mert hát azért ez is egy álom, különösen sportoló gyerekekkel. Amikor felhívtalak, hogy meghívjalak, akkor ugye láttam a közösségi oldalon, hogy online vagy. Tehát amikor nyaralsz, én mindig online vagyok, én nem kapcsolom ki a telefonomon ezt. Igen, jó, de amikor nyaralsz, akkor miből van több, a családból és a gyerekekből? Persze. Olyankor azért erre figyelsz. Persze. Persze, ennek ellenére nyilván híreket olvas az ember akkor is, tehát ez azért egy olyan műfaj, ugye kérdezted a felkészülést, hogy ezen a héten én nem vagyok egyenes beszédes, de pontosan tudom, hogy mi történt ma délelőtt. Mert hogy azzal kezdődik a nap, hogy azokat átnézem, hogy, és hát ezt a szabadság alatt is meg kell tenni, mert majd amikor visszajövök, akkor nem akarom bepótolni ezt a két hetet, egy hetet, amíg nem voltam, hogy akkor most kezdjük előről. Sokkal egyszerűbb úgy menni, hogy képben vagyok. Ennek a műsornak az a címe, hogy korhatártalanul, nem kell, hogy tudd, én most már sok-sok éve az aktív idősödéssel foglalkozom. És ugye a beszélgetést is úgy kezdtem, hogy elárultam, hogy 61 éves vagy. Na majd leszek, meg kell érni még. Mert? Hát mert még csak 60 múltam. 60 múltam. Hát idén leszek majd évvégén, novemberben 61. Ja, igen, és erre persze erre figyelni kell, hogy akkor lesz. Hát annyi, az meg kell persze, persze. Így van, abszolút, bocsánat. Tehát 60 éves vagy. Ezt sok hallod, vagy épp elégedett vagy, vagy hogy is viszonyulsz az idő múlásához, talán ez a legfontosabb. Értetlenül. Azt hiszem, értetlenül viszonyulok hozzá. Tehát miközben persze tükröm nekem is van, meg látom a felvételeket, tehát látom, hogy nem vagyok 40 éves, azon közben ezt az ember nem így éli meg. Tehát én járok edzeni ugyanúgy, mint jártam 15 évvel ezelőtt, most is focizom vasárnap a gyerekkel a parkerdőben, a gárdon, hogyha éppen összejön a csapat. Zsanival, ha tudunk, elmegyünk teniszezni, járok futni. Tehát, hogy mintha. És ugye ezzel szemben jön az, hogy hány éves is vagy. És egészen furcsa, és azt mondja, hogy ha fiatalok néznek minket, ők még nem értik, de majd meg fogják érteni, az idősebbek pontosan tudják. Ez olyan dolog, mint hogy, és ezt élem meg saját magammal kapcsolatban is, mint hogy megszólal egy dal, és ez tényleg, hát ez mekkora sláger volt. Nem is volt olyan régen. 1989. Úristen!
Hát az borzasztó régen volt. És gyakorlatilag minden nap ezt élem meg saját magammal kapcsolatban. És múltkor bementem, nem, múltkor a strandon, Agárdon, oda mentem, hogy kérek egy kávét a büfében, és volt benne két ilyen 20 év körüli lány a pult mögött, és az egyik odaszólt a másiknak, hogy szóltál a bácsinak, hogy nem lehet kártyával fizetni? Mondta, már nem is kérek kávét, köszönöm szépen, már hagyjuk is. És ezek azért döbbenetesek. Hát persze, ő majdnem 40 évvel fiatalabb nálam. Hát hogy ne lennék neki bácsi? Én emlékszem, volt egy osztálytársnőm, aki hozzáment rögtön az érettségi után az ő szerelméhez. Azon a nyáron, 18 éves korában. Igen, ám csak az ő szerelme egy ügyvéd ember volt. Hát valami egészen elképesztően hajlott korú vénség. Tehát, hogy ezt könyörgöm, ezt miért csinálod? Hát nem látod, ez egy öreg ember. Hány éves? 36. Hát na, hát ezt mondjuk. Hát most akkor mind csodálkozom, hogy azt mondja, hogy a bácsi tudja, hogy nem lehet kártyával fizetni. Hát persze. Jó, és ne is legyünk igazságtalanok, mert ha visszagondolunk a saját 15-20 éves korunkra, egy 40 éves már ma... Hát hajlott hátul öreg ember, hát persze. Hogy jött fel a lépcsőn? Hát persze. Miközben ma már tudjuk, hogy ez mennyire nem így van. Meg én azt gondolom, hogy az, hogy hány évesek vagyunk, és ez megint egy közhely, hogy az egy évszám, egy adat, de ahogy élünk, ahogy működünk, igazából az számít. És az, hogy nekem van három kisgyerekem, ugye a Billy 6 éves, a Dorka 8 és fél, a Berci meg 11, ez, ha nem akarom is, fiatalon tart, mert nekem dolgom van. Tehát nekem futnom kell velük, mennem kell utánuk, szurkolnom kell az öttusa versenyen a lányomnak. Tehát, hogy ezek feladatok. Gyerekek közül valaki... Hát nyilván a kicsik még nem, de a nagyobbak kacsingatnak a média világa felé. Nem, vagy... hála Isten. Ezt szoktam én is mondani. Nem. Miért féltenéd őket, vagy miért féltenénk őket ettől, hogy ők ebben a világban találják meg magukat? Emlékszünk mi még arra, te is meg én is, hogy azért a médiában szerepelni az egy kiváltság volt. És azzal a kiváltsággal az a szeretet is járt, ami bár azt remélted, hogy te leszel az ország Juditkája, de mégiscsak azzá lettél. Tehát lehet, hogy valaki nem szeretett annyira, de az nem jött így szembe. Nekünk, a mai médiásoknak ez állandóan szembe jön. Tehát sokkal inkább ezt kapjuk, mint azt az érzést, hogy ez milyen jó. Ettől még persze jó, hát azért csináljuk, ez egy nagyon jó szakma. De ha lehet, akkor a gyerekeimet nem egy olyan szakmának akarom kitenni, amin mindenki, akiben van egy kis indulat, köszörüli a nyelvét vagy a klaviatúráját inkább. Tehát ugye arctalanul lehet ma bárkit bárminek elmondani. És ez a médiaipar, ha nő vagy, akkor azért, ha férfi vagy, akkor azért, de ennek kitesz téged és tálcán kínál. Használtam már a mai beszélgetésben ezt a kifejezést, hogy olyan kereknek, olyan békésnek, olyan nyugodtnak látszik az életed, hogy azért volt benne töréspont, volt benne csalódás? Persze. Most nincs, most jó. Most jó, én most egy olyan helyen dolgozom, és akkor ez egy zárójeles mondat, mert nem politizálunk, ahol a médiaiparban szinte páratlanul nyugalom van. És politikai értelemben is nyugalom van. Ez például fontos. A magánéletemről beszéltünk, tehát van nekem egy fantasztikus feleségem, akivel, hogy mi egymásra találtunk, az egészen nagy kegyelem, és hát az ATV-ben találtunk egymásra. Tehát az első nap szerintem, amikor én betettem a lábam az ATV-be, már találkoztunk, de fél év múlva már arról beszéltünk, hogy házasság. Tehát ez nagyon gyorsan ment. És van öt fantasztikus gyerekem, akikre nagyon büszke vagyok, akik közül kettő elkezdte a felnőtt életét és alakulgat. Olyan nagyon nem féltem őket, majd a lábukon állnak, azt látom. És van három pici, akik, hát csodálatos öröm. Én azt gondolom, hogy ez így kerek, tehát amikor egy munkamániásnak a munkája is oké, és egy családmániásnak a családja is oké, hát ebből a kettőből állok én igazából.
Ez akkor így kerek valóban, ahogy te mondod. Hát akkor legyen ez így még nagyon-nagyon-nagyon sokáig, minimum 100 évig, hát és jó. Akkor... Úgyhogy köszönöm. Hát, ha addig eszükbe jutnak a kérdések a nagyoknak, látod? Igen, lesz idejük rá. Kedves Egon, akkor köszönöm, hogy itt voltál, és velünk tartottál, jól esett veled egy jót beszélgetni, és ha elfogadod a végén a támogatónk, a műsorunk támogatója a Finklub, és személyre szabottan olyan dolgokat válogattak neked össze, ami neked is, meg a gyerekeknek is, ugye jó kis C-vitamin az bármikor jól az jön. A másikat meg neked személyre szabottan, és ugye elárultad, hogy rendszeresen sportolsz. Tehát ha valami fáj, megsérül, meghúzódik, akkor... Nagyon szépen akkor köszönöm. Kend és használd. És a támogatónak is, meg neked is. Köszönöm. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és önöknek is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és akkor... Tudják, jöjjenek a YouTube csatornámra, mert ott bármikor, és akár újra is megnézhetik ezeket a műsorokat, de az a legbiztosabb, ha feliratkoznak, és akkor nem maradnak le sem erről, sem más izgalmas, tartalmas, jó kis beszélgetésekről. És mielőtt végleg elköszönök, még egy programot ajánlok a figyelmükbe, a saját korosztályom élvezheti majd október végén, 27-28-án Budapesten a Senior Plus Expo programját. A két nap alatt szórakoztató programok lesznek, sok-sok ingyenes egészségügyi szűrés lesz, mozgássarok lesz, tanácsadások lesznek, tehát minden olyan ott lesz a két nap alatt, ami minket, idősödőket érdekel vagy foglalkoztat. Jegyeket már most is lehet vásárolni, sőt, ha 10-nél többen jönnének, akkor még kedvezményt is kapnak. Úgyhogy tartsanak majd ott is velem, hiszen személyesen is találkozhatunk.